Hogy vajon a kvantumfizikától el lehet-e jutni a kabala bölcseletéhez? Nem. Máskülönben Ábrahám is előbb kvantumfizikával foglalkozott volna. És ők ezt felismerik. Érdekes, nem? Ők is mondják, hogy szeretet, meg hogy mindenki egy. Mivel, ugyanis azt ők is érzik, hogy a dolgok egy ilyen alakzathoz vezetnek el. Na de... Hogy ezt miként lehetne megvalósítani? No, erre a kvantumfizika már nem ad választ. Ugyanis ez már a felső erőszférája. Ha mi, vagyis akik tényleg vágyat érzünk a szívünkben lévő pontban, hogy visszatérjünk a spiritualitáshoz, és hogy érezzük azt, tanulni kezdünk erről az itteni fenti helyzetünkről, és ez már a kabala bölcselete. Tehát mi az itteni, fenti létünkről tanulunk, mert valójában már most is ebben az állapotban vagyunk, csak hogy mi ezt nem érzékeljük. Azonban abból kifolyólag, hogy ebből az érzéketlen helyzetünkből fel akarunk ébredni, és érezni akarjuk a valódi helyzetünket, amennyiben erről a valódi állapotunkról tanulunk, úgy mintegy magunkra vonzzuk azt, vagyis magunkra vonzzuk az ott levő fényt. Ugyanis itt, ebben a világunkban, ebben az állapotban nincsen a tudatom szintjén. Ám ha én minden erőmet megteszem azért, hogy ez a tudatom szintjére emelkedjen, hogy erre ráébredjek, a bennem élő vágy és késztetés, hogy ezt elérjem, további érzékeket nyitnak meg előttem, és akkor érzékelni kezdem a spiritualitást. Mit jelent ez? Érzékelni kezdjük, hogy mennyire összeköttetésben vagyunk mindannyian egymással, egy test módjára, ahol is egytől egyig mindenki között egy minden korlátoktól és kimaradástól mentes végtelen fény áramlik. És minden szenvedés, amit csak érzünk ma a világban, pusztán csak azért van, hogy rákényszerítse az emberiséget, hogy kezdjen visszaemelkedni erre az állapotra. Önök tudják, hogy fizikát tanulok, és hogy valamit tudok erről a technológiáról, azonban a kabala ez valami olyan tudomány, amire még csak gondolni sem tudtam volna. Nem érdekel, hogy önök hogy állnak vele, de van valami olyan ebben a gondolkodásmódban és megközelítésben, amely mindent megjavíthat. És az sem érdekel, hogy ön zsidó, muzulmán, vagy valamilyen jövevénye. Nem érdekel engem, hogy ön kicsoda, és hogy milyen nemzethez vagy valláshoz tartozik. A kabala segíteni fog önöknek megszabadulni minden olyan gondolati békjótól, amely gúzsba köti, vagy lekorlátozza az ember gondolkodásmódját. Na most, ha ezek a szavak felébresztették volna önöket, úgy ezt már tudják. Ám ha mégsem ébredtek volna fel azonnal, úgy inkább azt javaslom önöknek, hogy aludjanak el. Csak ugyan, a kabala nagyon sok mindenről tudna beszélni. Bár én nem hallok, és nem látok semmit, azonban érzem. Vannak ilyen háromdimenziós képek, mint a tapéták, amelyekre ha ránézel, és felengedsz a szemed fókuszálásából, pont a kép belsejébe tudsz belehatolni úgy, hogy egy háromdimenziós képet látsz. Úgy, hogy amikor ránézel, kezdetben még valami véletlenszerű mintának látszik, majd aztán egy kis idő múlva egy kiterített háromdimenziós képet látsz. Tehát tulajdonképp ez volna, tehát ilyen dolgok. Tehát, amit tulajdonképp a kabala bölcselete tesz, az az, hogy segít neked összeállítani ezt a képet. Valójában semmi újat nem csinál. Pusztán csak fókuszálja és irányba tereli az ember tulajdonságait, mindent, ami benne van, olyan kép, hogy aztán kezdesz belelátni az anyagba.